acceso, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Time to say goodbye, poesie che non ho mai lodato e vissuto con te. Adesso sì, li vivrò con te, partirò su nuovi per mari che io lo so ora non esistono più. It's time to say goodbye. Quando sei lontana sogno all'orizzonte, mancan le parole. Sì, lo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me, mio sole, tu sei qui con me. Adesso sì, rivivrò con te, partirò su navi per mari che io lo so, ma non esistono più. Con te io li rivivrò. Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, a Joker Rádiót hallgatjátok, a mikrofonnál pedig már a Sufit, a mai esti vendégünk Eszti Veronika lesz, és hamarosan itt lesz velünk. Akinek kérdése van, az a Facebook oldalon a csoportba felteheti, és megkérdezzük a Veronikát, szeretettel várjuk őt. Úgyhogy folytatom is a dalaival. A következő dalnak a címe Álom, álom. Fogadjátok szeretettel. Táncolnék a boldogságtól szívem lázban ég, senkinek ilyen jó kedve nem volt még. Ó, ez édes pillanatra régi várunk már, nincsen két boldogabb ember nálunknál. Álom, álom, csak jó kedvében át, meg kell, hogy köszönjük néki szépen hát. Álom, álom, édes álom, álom.
És újra köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, a Joker Rádiót hallgatjátok, a mikrofonnál pedig már a Sufit, és nem vagyok egyedül. Itt van velem Geszti Veronika. Szia, szép estét! Szervusz, Sufi, és nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót én is. Köszönjük szépen, hogy elfogadod a meghívást, és itt vagy velünk. Nagyon örülök neki, hogy hívtatok, úgyhogy örömmel jöttem, és örömmel vagyok itt most köztetek, úgyhogy és már jó, látom a hallgatóknak az írását, a hang, szívet kaptál, gyönyörű hang, csak ezt látom, jó, hogy ezt írják. Nagyon szépen köszönöm, akkor már ezeket hallották is valami részletet tőlem a kedves hallgatók, ugye? Igen, most volt az álom-álom. Jaj, de jó, jó. És az egy duett volt. Igen. Igen, Domoszlai Sándor kollégámmal énekeltük. A zenetanulmányaidat már általános iskolában elkezdted. Gyerekkori álom volt, hogy énekelni fogsz? Nem, ez érdekes, nem. Nem volt ez gyerekkori álom. Én mindig tanárnőnek készültem, ilyen általános iskolai matek meg ének tanárnak, tehát valami ének volt. De nagyon szerettem énekelni már egészen pici korba, és úgy tűnt, hogy jó ritmusérzékem van, meg jó a hallásom. És mivel nagyon sokszor volt poroggyulladásom, ezért rengetegszer járt nálunk a körzeti gyerekorvos doktornéni, ugye, hogy hát kezelje a tűzős mandulát, és ő mondta, hogy van itt egy zenetagozatos általános iskolát, a kislány cserfes, szeret énekelni, hát meg kéne próbálni, hogy oda jöjjön, és ott történetesen ő volt az iskolaorvos, úgyhogy legalább láthat majd végig, mondta ő, és neki köszönhetjük ezt, hogy ő ezt javasolta a szüleimnek, hogy menjek zenetagozatos suliba, mert igazából a komoly zene, az éneklés, a különböző műfajok, a kórus, az együttzenélés, szóval az úgy onnan gyökerezik. És akkor aztán ebből mégiscsak lett egy ilyen komoly életút. Családban van énekes zenész, vagy éppen színész? Nincsen, képzeld, nincsen a felmenők között. Mindenki szereti a zenét, meg sokakban ott volt, hogy esetleg valami kis zene felé hajlás, de úgy végül is én lettem az úttörő. Tehát az anyukám is játszott már színjátszókörbe gyerekként, meg ilyesmi, tehát mindenki foglalkozott egy picit ilyesmivel, de végül én tovább vittem ezt a vonalat, és én ezt komolyabban csinálom most már. És ahogy olvasgattam a weboldalt, zene iskolában jártál, azt látom, de van olyan is, hogy társas tánc a 90-es években. Igen, ezt is nagyon szerettem. Tehát valahol mindig ott volt az angyalkák, mindig tudták, hogy merre felé kellene nekem menni, mert valóban a zenetagozatos általános iskola mellett, ugye hát ott egyértelmű vált, hogy hangszert is tanulhatok, vagy kell, hogy tanuljak, és akkor én zongoráztam nagyon sokat, meg ugye furulyázni tanult az ember az iskolában, meg ilyesmi, tehát hogy ez a hangszeres lét is ott legyen. És emellett, amikor már kicsit nagyobb acska voltam az általános iskola végén, akkor a társas tánc volt az, ami úgy beköszönt. Tehát ugye ebből nagyon jól megélek a mai napig a színpadon, hiszen az összes latin tánc tudás, meg a keringő, a csárdás, ezek mind ebből az időszakból jöttek, amikor még nem tudtam, hogy ez majd mire lesz jó. És a társas tánc az úgy elindult, én ugye újpesti lány vagyok, tehát én Újpesten jártam az Adi Művelődési Házba, Földházi Péterhez, és az ő táncklubjában aztán később versenyezgettem is, volt egy nagyon kedves partnerem, Sönvédner Andor, és indultunk egy-két versenyen, csak hát aztán nekem jött az érettségi, meg idő, meg stb. Tehát sajnos ez maga ez a versenyzősdi, ez az igazán nagyon komoly és időt igénylő dolog, ez aztán megszakadt. De hát nagyon-nagyon sokat köszönhetek én most, mai napig a színpadon annak, hogy én akkor éveken keresztül nagyon intenzíven táncoltam, és sok-sok ilyen táncos mozgást megismertem. És ahogy mondtad, hogy zongorázol, mai napig szoktál zongorázni otthon? Hát inkább úgy, hogy tehát nem koncertezek itthon, hanem inkább úgy, hogy az nagyban segíti a szereptanulásokat. Tehát ugye én leginkább zenés szerepeket, énekes szerepeket játszom, meg hát ugye nagyon sok dalt tanulok, mindig kell valami újat tanulni, és az, hogy én zongorázom, az segít abban, hogy ugye a kíséretet, a dallamot egyáltalán meg tudom nézni. Nekem a zongorázás az mindig ilyen kicsit második helyen volt, tehát soha nem készültem zongoristának, nem szerettem kitartóan gyakorolni, izgultam mindig nagyon, tehát amennyire énekelni merek bárki előtt, annyira nem mertem én zongorázni
az emberek előtt, tehát ez nagyon érdekes volt, hogy az nekem nagyon erős lámpalázatás úgy mindig, hogyha ki kellett ülni zongorázni így színpadra. Úgyhogy az úgy maradt egy ilyen kis háttértanulmány. Tehát így, de hát mondjuk egy-egy ilyen kis keringőt, vagy ilyesmit azért el tudok játszani a gyerekeimnek például, hogyha kíváncsiak, de a zongorázgatás az inkább úgy segíti az én pályámat, de nem az a fő irány. A gyerekek azok hány évesek? Ó, hát nekem van két gyönyörű fiam, akikre nagyon büszke vagyok. Van egy 2 éves múlt kisfiam, tehát aki karácsonykor volt 2 éves, és van egy 7 éves nagyfiú, aki januárban töltötte a 7. évét, tehát már mind a ketten öregszenek, és elhagyták ezeket az éveiket. Úgyhogy ők itt a kis gyöngyszemek. És a 7 éves kacsingat már a zene felé? Nem, ő a nagy ellenzéki, tehát hogy ő nagyon jó hallása van, nagyon jó ritmus érzéke van, tehát azért örököltő sok minden, de van benne egy nagyon-nagyon erős ellenállása a zenéléssel kapcsolatban, talán azért, mert apa, anya állandóan mindig arra hivatkozva mennek messzire, és jönnek nagyon későn haza, és ő benne ez a zenélési dolog, ez inkább egy ilyen ellenzék, hogy nem, én nem akarok zenélni, én nem akarok, és nem is kényszerítjük, tehát természetesen az jár, ismerkedik szolfézsal, meg volt most hangszereket megismerni, hogy esetleg volna kedve valamilyen hangszere játszani, de nem akarjuk kényszeríteni, tehát ha nem, akkor nem, szóval, hogy nem akarjuk ezt erőltetni. Viszont a 2 éves kicsi gyermekben nagyon ott van az a csillanás, tehát még az sem biztos, hogy ő majd egyáltalán zenét akar lenni, vagy bármi, és nem is kell, hogy az legyen, de az ő szemében van ott az a tűz, hogyha hall egy zeneszámot. Tehát ő például nagyon szereti azt, hogyha én gyakorolok. A nagyobbik fiam, ő elviseli, de nem szereti. A kisebbik fiú, ő rögtön jön, ha bárhol valami zenetót hall, tehát majd meglátjuk, lehet, hogy ő lesz a kíváncsibb erre a dologra. Lehet. És van itt egy hallgató, a Szabó Kálmán, azt írta be nekünk, hogy minket a pásztorka Sanyi és a Csoresz és a Veronika ültetett le minden második vasárnap este a monitor elé. Hát ez így van valóban, hogy ők mindig ott ültek, ők nagyon-nagyon lelkesek a unokákkal, és egyáltalán ők tényleg mindig telefonáltak a Budapest TV-be és a műsorunkba, mindig kértek számokat, és tényleg nagyon-nagyon kedves és pozitív visszajelzéseket kaptunk tőlük mindig. Ugye őket én valóban a pásztorka Sanyin keresztül ismertem meg, hiszen Sándor Zűvész urat már ismerték ők régebről, engem pedig a műsorból, de nagyon-nagyon kedves drukkolóink lettek ők, úgyhogy nagyon-nagyon szeretjük őket. És van is egy kérdés, hogy mikor láthatunk ismét a Budapest Televízió műsorán műsorvezetőként? Igen, én azt remélem, hogy júniustól, tehát engem most a pásztorka Sanyi meg a Ródi Péter, a Budapest TV igazgatója, hát most így szabadságra engedtek, mert annyi felé játszom most vidéken, különböző színházakban, de főleg Szolnokon van most nagyon sok előadás, ami rendszeresen ütközéseket eredményez, úgyhogy most az április-május az ilyen módon kimaradt, de úgy tűnik, hogy júniustól már, ha nem is mindig, de júniustól azért már vissza tudok újra ülni egy kicsit Pásztorka Sanyi mellé 2 hetenként vasárnap a Budapest TV-ben a műsorban. És még azt írja Kálmán, mert nagyon hiányzik. De édes, nagyon szépen köszönöm neki, és jövök, és simizek. Köszönöm a lányoknak, és köszönöm. Hogy emlékszel vissza az első fellépésre? Hát igen, több ilyen első is van az ember életében, ugye? Az első olyan, amikor én így énekelni kiálltam, de még messze nem akartam, hogy énekes lenni, ezt mondtam, az egy május elsőjei majálison volt, és ott hirtelen volt egy kis ének, meg mindenféle egyéb ilyen kis tehetségkutató kis verseny a Tungsra majálison, ugye én oda mentem az én apukámmal, és ott én akkor egyszer csak ott úgy döntöttem, hogy hát én énekelek egy népdalt itt, hát miért ne? És akkor kaptam én az első ilyen első helyezésemet, és egy valami kis balalajkeszerű hangszert, mint díj. Úgyhogy ez volt az első ilyen, hát ez akkor még nagyon nagy élmény volt természetesen, hogy hát Isten. Aztán amikor legelőször már úgy álltam ki, ugye, mint énekes növendék, hogy hú, hát akkor én most ugye zeneiskola Újpest, és akkor fél évi, vagy karácsonyi koncert, vagy valami ilyesmi, hát azért az már izgalmasabb történet volt.
nagyon-nagyon jó volt, tehát jó volt énekelni, de nagyon izgultam, és nagyon-nagyon sokáig mindig azt éreztem, hogy az arcizmaim annyira remegnek az izgalomtól, és azt én nem tudom befolyásolni, hogy ez egy nagyon hosszú ideig, ez egy ilyen kellemetlen tünet volt, és aztán amikor ez elmúlt, akkor tudtam, hogy na most már jó úton vagyok, most már fog menni. De azért most is van benned egy kis izgulás. Igen, ez biztos hallatszik most így a beszélhangon. Nem, mire gondoltam, nem erre gondoltam, ahol most szerepelsz. Pedig még most is van bennem így, ahogy beszélgetünk, igen, egy kis izgalom, mert ugye ez azért egy kicsit más helyzet. De mindig, tehát azért persze egy kicsit enyhül ez a dolog az évek során, de soha nem tud elmúlni. És igazából akik ezt tisztelek és felnézek nagy elődökre, nagy színpadi emberekre, ők is mindig elmondták, hogy hát azért az az izgulás az mindig ott van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez valahol inkább jót tesz a dolognak, mert nem hagyja azt, hogy az ember monoton legyen, nem hagyja azt, hogy elveszítse a színeket, hogy nem törődömségből ne figyeljen oda, hanem az nagyon jó, ha van ez a kis bizsergés, mert akkor az mindig ad egy olyan plusz töltetet egy előadásnak, vagy egy koncertnek, vagy akár csak egy ilyen beszélgetésnek, amit ugye mások is hallgatnak, hogy az annak akkor mindig van valami akkor egyszeri megismételhetetlen színe, vagy hangulata ettől a dologtól. Van példaképed? Vannak nagy példaképek. Vannak az élők között is természetesen, tehát de ugye először mindig a nagy régi elődöket szokták sorolni. Én azt gondolom, hogy talán most már ugye szegény már nem él, és nincs már közöttünk. Andor Évát például említhetem, ő nekem mesterem volt a Zeneakadémián, akinek egy gyönyörű pályája volt, és életútja volt itt Magyarországon, ugye, mint operaénekes a színpadon. És aztán nagyon sok mindenki van, akitől lehet tanulni, és ugye ugyanígy itt van Házi Erzsébet, akinek mostanában kezdtem el nagyon sok felvételét visszahallgatni az utóbbi időben, mert egyszerűen azt gondolom, hogy ő is itt a magyar művészvilágban, és a szoprán énekesek között, akik ennyiféle műfajban kalandoztak, hogy ő nagyon-nagyon sokat tudott, és az ő lelkesedése, és az ő szerep megformálása az mindig példaértékű. És aztán persze, hát vannak ugye olyanok, akik emberileg mutatnak nagyon sokat, tehát hogy a mondjuk nagy tanáregyéniségek, én Ura Péterre emlékszem így vissza, aki mindig önzetlenül ott volt, mindig, és mindenkit mindig tanított, akármikor a Zeneakadémián is, és mindig ingyen mindenkivel foglalkozott, akinek szüksége volt arra, hogy egy kis segítséget kapjon. De hát én nagyon sok mindenkinek vagyok hálás, akik az én pályámon segítettek, vagy egyáltalán akiktől sokat tanulhattam. Azt hiszem, hogy nem is lenne elég a műsoridő, hogyha ezt most elkezdeném így tételesen felsorolni. Az a fontos inkább, én azt hiszem, hogy az ember ne felejts el, amikor megy előre, vagy megy az útján, hogy kik azok, akiktől ő tanult, vagy akiktől kapott valamit, vagy akik megérintették. És ez valahol mindig ott kell legyen bennünk, tehát soha nem szabad túl magas lovon ülni, vagy nagyon elbizakodni, mert egyrészt az visszaüt, másrészt meg mindig van mit tanulni, vagy mindig van olyan dolog, amit valakitől még, tehát amit még lehet csodálni, hogy de jó ég, hát van, aki milyen önzetlen ember, vagy aki milyen jóságos, vagy aki mennyit tud, vagy aki mennyire alázatos. Tehát nagyon, nagyon sokan vannak, akikre én felnézek, vagy akiknek valamiért hálás vagyok, és ez úgy ott van bennem, és ez mindig dolgozik bennem. Van valami nagy álmod? Szerepálmod? Hát erre mostanában én azt szoktam mondani, hogy nekem az az álmom, persze, hogy van szerepálmom, az az álmom, hogy mindig legyen szerepem, mert azt hiszem, hogy a mai világban ez a legfontosabb, tehát hogy sajnos az, hogy most egy énekesnek vagy egy színpadon lévő valakinek egy olyan igazi pálya íve legyen, az már nagyon keveseknek adatik meg. Tehát ugye régebben
elvégezték az Amerika Zene Akadémiát, mondjuk az én világomban, és automatikusan ment az operaházba, vagy ment egy vidéki nagyszínházba, ugye a színművészetisek, stb. Ugyanígy. Tehát megvolt az út. És ott utána bekerültek, és akkor attól függően, hogy a rendezők, az igazgatók mit láttak bennük, ugye építkezett a pályájuk, és egyik szerep jött tudatosan a másik után, a feladatok, stb. Most ez a mai világban, hogy mindenki szabadúszó, hogy mindenki sokkal több lábon kell, hogy álljon, mint régebben, ezt a fajta pályaívet, ezt ugye megöli, vagy legalábbis ellehetetleníti. Tehát igazából most nem tudnak úgy jönni mindig a szerepek, hogy na majd akkor ebből következik az, meg amaz, meg ilyenek, mert hát az ember folyton castingokra jár, meg előénekésekre jár, meg a saját színházába is mindig vizsgáztatják, hogy egyáltalán most kap szerepet, most nem kap szerepet, most mindig. Tehát ez valóban már egy kicsit így nehezebb. Nekem sokáig a Csárdás királynő volt egy ilyen szerepálom, Szilvia, a Kálmán Imre operettjéből, de az már megadatott. És azt már énekelhettem, tehát hála Istennek az már beköszönt. Úgyhogy igazából én most inkább azt arra vágyom tényleg, hogy mindig legyen olyan testhez álló feladat, ami éppen a koromhoz, és az alkatomhoz, és a hangomhoz, és a habitusomhoz illik, és én mindig fejlődhessek, vagy mindig csinálhassak valami nagyon jó. Külföldi szereplések? Külföldi utak is vannak, igen. Én nem igazán törekszem arra, tehát én azt mindig úgy éreztem, hogy én abban nem vagyok jó, hogy én ki akarjak menni külföldre, és ott akarjak élni. Tehát én ettől mindig féltem. Én mindig itthon Magyarországon a gyökereimmel jól kúszba kötve, tehát én mindig itthon szerettem volna érvényesülni. Tehát olyan fajta helyzetek, hogy én kimegyek külföldre előénekelni, vagy ügynökségekhez, és akkor várom azt, hogy külföldi lehetőségek jöjjenek, ezeket én nem hajtottam. Úgyhogy nem is vágyom rá, hogy nekem hónapokig, évekig valahol kint kelljen élni. De magyar társulatokkal én sokszor voltam kint külföldön, tehát akár az Anya Színházammal, a Budapesti Operett Színházzal is jártam, Romániától egészen Kanadáig, nagyon sok felé, Németországban, természetesen Ausztriában. Dolgozom az Operett Világ Együttessel, ez ugye azt jelenti, hogy Szolnoki Tibor és Zsadon Andrea társulata. Velük sokszor, sok felé jártam már, főleg Németországban, Luxemburgban, és akkor ugye ezek német nyelvű előadásokat jelentenek, és a Csárdás királynő, a Cigányprímás, nem is tudom, Cigánybáró, Varázsfúvola, ugye a Mozart operában Kaminát énekelhettem németül, tehát sok ilyen feladat is áll mögöttem, és akkor ezek ugye azt jelentették, hogy itthon próbáltunk, hogy itthoni kollégákkal dolgoztunk, és akkor volt egy turné ebből, ami ugye töltött időt jelent, de ott nem én voltam felelős a mindennapi megélhetésére, a mindennapi szervezésért, tehát ez mégiscsak valahol azért ilyen hazai dolog volt, de ilyen is volt. Jártam kint koncerteken, ugye, említettem már, Kanadában is voltam kint, ahol kirepült az ember, és akkor egy-két hétig kint volt, énekelt, és jött vissza. Tehát ilyesmi feladatok voltak is, most is várnak, de én igazából azért én ilyen magyar élekkel Magyarországon élő valaki vagyok. Úgyhogy azt szeretném én, hogyha itt találnának meg mindig a feladataim. Sok versenyeken részt vettél, és sok díjat is nyertél. Igen, volt ilyen is. Láttam olyat, hogy országos Simendi József énekverseny Szeged 98-ban. Igen, és látod, ez is olyan érdekes, hogy én sokszor voltam ilyen úttörő helyzetben, hogy én például a legelső Simendi énekversenyen, azóta már van ez két évente, két évente, Szegeden. Ugye természetesen, hogy amikor a mester, tehát amikor Simendi József meghalt, akkor az ő felesége és még jó páran a tisztelői közül egy-két évre rá kitalálták, hogy legyen egy ilyen emlékverseny, ami az ő nevében a fiatal tehetségeket kutatja, és én erre nagyon büszke vagyok, hogy én a legelső ott lehettem. És aztán azóta is két éve, ugye két évenként mindig újabb és újabb kiváló énekeseket fedeznek fel, még olyan kis csírázó állapotukban.
Én az első versenyen, meg valamikor egyszer egy későbbi már zeneakadémista is indultam, és ott érdekes módon a Simáni versenyen mindig második díjat sikerült elhoznom, és valahogy mindig megkaptam a külön díjat is, ami azért nagyon nagy öröm, mert ugye például a második alkalommal a Sikári hegyek alatt, tehát ugye ezt a Kodály Zoltán népdal feldolgozást kellett énekelni, és arra kaptam a legjobb előadói külön díjat. Első évben pedig egy barokk dalt egy Amarilli Caccini nevű szerzőnek, egy Amarilli nagyon szép kis dalát kellett elénekelni, és az is nagy boldogság volt, hogy ott is szintén a kötelező dal legszebb vagy legjobb előadójának járó külön díjat hozhattam el. Tehát ezek olyan büszkeségek, amik, vagy olyan örömök, amik szintén hát nagyon-nagyon. Igen, nagy dolgok. Igen, tehát aminek én akkor nagyon örültem, de természetesen hát ennél sokkal nagyobb dolgok történnek a világban, de ez az én életemben, ezek ilyen kis apró kis boldogságok, büszkeségek voltak, hogy ez olyan szép volt. És akkor voltak, igen, tehát én voltam Ausztriában énekversenyen, ott sikerült megosztva az első helyet elhozni, és jártam itt. Hát akkor ugye, amikor konzis voltam, meg zeneakadémista, akkor több versenyen is indultam én. Annak köszönhettem aztán azt, hogy az Operaházban, a Magyar Állami Operaházban is vendégeskedhettem, és a János Vitéz produkcióba kerültem be, ahol Iluskát énekeltem. Azt is egy énekversenynek köszönhetem, ahol Szinne Tár Miklós és Marton Éva ültek a zsűriben, és ők ítélték oda nekem ezt a külön díjat, ezt a szerep az Operaházban című külön díjat, és akkor ebből lett ez az Iluska, ez a János Vitéz dolog. Tehát tényleg ezek a versenyek valahol mindig hoztak valami olyan kis külön dolgot, vagy plusz dolgot, hogy nem csak annyi volt, hát első, második, vagy harmadik, hanem valahogy mindig jött vele egy ilyen kis plusz is, ami nagy ajándék volt akkor az életemben. És közben megint jött egy kérdés, a Szabó Kálmán írta, hogy puszi Veronika, imádunk téged, és az ikrek most is itt hallgatnak téged, és természetesen ma este is kérik a simit tőled. Hát lehet, hogy ezt most nem tudjuk ma este teljesíteni, mert ugye most talán ez nem titok, hogy ugye most felvételeket hallgatnak majd a kedves nézők, vagy hallgatók, hogy a kedves hallgatók. És sajnos a simi az mindig úgy megy, hogy az nincs még fölénekelve. Tehát azt én legközelebb majd a Budapest TV-ben fogom tudni újra élőben elénekelni. Sajnos az összes többi sok felvételt lehet ma meghallgatni majd tőlem, de a simi az így nincsen most készen, sajnos. Akkor majd várunk a tévére, és simizünk akkor. Úgyhogy elnézést kérek az ikrektől, de hát ők azt a simit már úgy is tudják fejből, úgyhogy az semmi gond. Ők ezt el tudják énekelni, és el tudják táncolni, és ma hát, ha megszeretnek még valami mást is, amit hallgatnak majd a műsorodban. De a Hugi kért egy dalt, azt le is játszom. Mi lesz majd a dalnak a címe? Az lesz, az viszont az a felvétel megvan, hála Istennek. Az egy nagyon szép anyadal, itt még kötődik is, ugye tegnap volt anyák napja, és az egy olyan tartalmú dal, az egy saját szám, tehát amit nekem írtak. Lakai Zoltán nevű nagyon kedves kollégám, szolnokon kollégám, aki ilyen zenész polihitor, meg szövegíró, meg minden tud, és ő készítette el nekem ennek a zenei anyagát és az alapját is, egyáltalán a dalt ő írta meg nekem, a szöveget az alapján, ahogy megbeszéltük, mert szerettem volna valami olyan dalt, amiben én megénekelhetem ennek az anyaságnak a különböző nagy kérdéseit. És ugye én annyi olyat énekelek, meg olyan kis szerepeket játszom nagyon sokat, ugye, hogy a férjhez menni készülő kis fiatal leányok, meg egyáltalán, de olyat, ami már egy kicsit így az anyai érzelmekről szól, olyat még nem nagyon sokat énekeltem, és valahogy ez úgy bennem volt. És akkor Lakai Zoltán megírta nekem ezt a dalt, szöveget, és azóta ezt nagyon szeretem. Az volt a kérés, hogy olyan stílusban legyen, olyan operettes, operás, magyar nótás, hegedű szólós, ami igazán úgy passzol az én lényemhez, és ebből született ez a dal, úgyhogy ez majd valamikor gondolom elhangzik. És akkor most le is játsszuk, jó? És akkor jövünk vissza, úgyhogy ha a hallgatóknak van kérdés, fel lehet tenni. Jövünk vissza a Veronikával. Aznap, mikor megszülettél,
És itt vagyunk újra, és köszöntöm a most érkező rádióhallgatókat, és szép estét kívánok mindenkinek, és a Hugi azt írja, hogy köszönöm szépen a dalt. Örülök, igen, akkor elhangzott a Mi lesz majd című dal, amit én is nagyon szeretek. Na, akkor megyek is tovább a kérdéseimmel. Van-e olyan emléked fellépéssel kapcsolatban, ami örök emlék? Ez lehet sztori, vagyis ilyen vicces dolog? Sztori, vagy bőven van, mennyi időnk van erre. Tehát azért ilyen nagy bakik, meg nagy helyzetek, azok mindig adódnak az ember életében. De hát természetesen kezdjük inkább azért először most olyannal, hogy vannak olyan emlékezetes ugye fellépések, amik én nekem valahol nagyon fontosak voltak, és azok jól sikerültek. Tehát emlékszem egy olyan Tihanyi, akkor még nagyon kezdő voltam, Tihanyi szabadtéri színpad, és egy nagy gála koncert, és én ott énekeltem a Rosalinda csárdást, ami ugye egy ilyen, a darabon belül annak van egy ilyen vicces felhangja, ahhoz, hogy valaki eljátsza, hogy ő milyen nagy magyar asszony, és közben csak ugye áruhában van. De külön egy gálán kivéve az a Rosalinda csárdás, ami ugye a hazám és a hazai tájakról szóló dal, az mégis ugye egy olyan hazaszeretetről fűtött szöveg, amit hát én, amikor először énekelhettem, akkor azért én is nagyon meg voltam ettől hatódva, és az például egy olyan emlékezetes fellépés volt az én életemben, akkor volt egy gyönyörű piros ruhám, az első piros ruhám, és akkor valahogy annak ott olyan nagyon nagy siker volt, és annyira még évek múlva is jöttek, akik akkor azt hallották, és mondták, hogy hát igen, akkor a piros ruhában az a hazám kezdetű dal, hogy az milyen szép volt, tehát ez például ez egy ilyen nagyon szép emlék, hogy akkor én még nagyon pályakezdő voltam, még nem is voltam akadémista, csak készültem az akadémiára, még előtte voltam. Tehát ez volt az első ilyen nagy emlékezetes fellépés, tehát nagy zenekarral és komoly nagy közreműködő gárdával, tehát hogy az azért egy nagyon olyan helyzet volt, ami hát még ugye ilyen kezdőknek még nem mindig adatik meg. Aztán van olyan emlékem, ami már sztori is, hogy
szintén egy énekverseny, még szintén nem voltam akadémista sem, és az első Simándi énekverseny, ugye már emlegettük, annak vége lett, elhoztam díjakat, erről az előbb már beszéltünk, és mentünk haza barátokkal vonaton, odafelé a tanáraink vittek minket autóval, de visszafelé tele volt a kocsi, és adtak nekünk vonatjegyet, hogy gyerekek, mégis vonattal kéne visszamenetek Budapestre. Jó, felkerültünk egy Intercity vonatra, ami ugye Szeged-Budapest Intercity volt, és kiderült, hogy akkor először, és már megint az úttörő, meg az elsőség, meg ilyenek, tehát, hogy akkor először indult ez az Intercity Szegedről Budapestre úgy, hogy Dankó Pista nevét viselte. Mert volt Szegeden egy Dankó Pista alapítvány, meg egy Dankó Pista emlékét őrző társaság, és ők ezt kiárták a MÁV-nál, hogy ennek az IC-nek a Dankó Pista legyen a neve, hiszen ő egy híres szegedi szülött, vagy szegedi híresség. És ők akkor ott fönt voltak a vonaton nagyon sokan, az egész Dankó baráti kör, és utaztak Budapestre, és hegedültek, és énekeltek, és verset mondtak, és ezek nagyon jól mulattak, mert ünnepelték ezt, hogy most először Dankó Pista Intercity. Na, meg ott egy páran ott ültünk ennek a társaságnak a közepén, mert oda volt a jegyünk. És hát ez volt egy ilyen nagy sztori az életemben, hogy hát ott beszéltek minden, és akkor egyszer csak úgy mondták, hogy hát ne csak mi beszéljünk itt, hát most már az utazó közönség is érti, hogy mi történik. Van itt egy vers Dankó Pistáról, hát olyan jó lenne, ha hát valaki felolvasná nekünk, aki utas itt nálunk itt a vonaton. És kiszúrtak valahogy engem, hát ugye, hogy nem beszél, akkor ugye hát valahogy mindenki valamit is jelottul a homlokám, vagy nem tudom. Kiszúrtak ők engem, hogy hát mi lenne, ha úgy a fiatal kis hölgy hát felolvasná ezt a verset. Hát jó, rendben van, hát igen, felálltam, felolvastam, és minden utána derült, hogy ja, hát, hogy maga énekes megtanulja, hát, hogy maga versenyről jön, ja, hát, hogy de jó. Na, olyannyira, hogy ebből az lett, hogy ők akkor készültek egy nagy szabású, száztagú cigány zenekarral, és nagyon-nagyon Melis György, Vitkai Kovács Vera, tehát nagyon-nagyon sok, meg hát még sorolhatnánk rengeteg híres nóta énekessel, és hát opera énekesekkel, és mindenkivel, egy nagy szabású Dankó Pista emlékkoncertre a Nemzeti Színházban Szegeden, és akkor engem a kis kezdőt, a még nem is akadémista kis valakit engem meghívtak ebbe a műsorba, és én ott tényleg ilyen nagy nevű énekesekkel, és még rengeteg más nagy nevű énekessel énekelhettem egy színpadon, és a száztagú cigányzenekarra, tehát ez volt egy következő olyan fellépés az életemben, ami hát egy nagy élmény volt, és amit mondom, annak köszönhetek, hogy én utaztam a vonaton, tehát hogy ez nem tudom milyen nagy szakmai háttér miatt volt, hanem egyszerűen, mert én ott jókor ültem jó helyen, tehát ez volt egy ilyen érdekes fellépés. Aztán persze, hát ez nagyon nagy esemény volt az életében az embernek, mondjuk a diplomakoncertem a Zene Akadémián, amire nagyon-nagyon sok barát és ismerős eljött a nagy terembe. Hát az egy olyan dolog, hogy hát arra bármikor, ha visszagondol az ember, de biztos mindenki, akinek diplomakoncertje volt már, tehát az egy nagyon megható emlék, hogy hát igen, azért akkor ott abban minden benne van, az embernek a szíve, a lelke, a minden tudása, és egyáltalán még annál is több. És akkor ott tényleg a barátok szemben, akik pedig ezt nagyon lelkesen fogadják, tehát az egy ilyen nagyon szép emlék, ilyen felejthetetlen fellépés. Aztán persze az első János Sütétem, ugye a Merkel Színházban, akkor az első Marica grófnő nagy beugrással az Operett Színházban, ugye ezek a debütálások. Szolnokon, a Szigligetiben az első éneklés, amitől aztán most még hála Istennek nagyon sok újabb felkérés és meghívás adódott át Szolnokra, azóta is visszajárhatok, mint vendégénekes, évről évre van egy-egy lehetőség. Úgyhogy ezek mind olyan emlékek, hiszen persze, tehát vannak ezekhez köthetően a nagy bakik, amiket már ugye emlegettem, hogy amikor az ember például, hát tehát kinn a takarásban, ugye gyors öltözés, és akkor úristen, mindjárt rohanni kell, de nem tudtuk megtűzni a pártámat, mert készültem Marica belépőjére, és ott elszállt az idő, és semmi tűztük az öltöztetővel a pártát, és egyszer csak azt hallom már, hogy olyan ismerős zene szól a színpadról, úristen, ez a Marica belépő, és már éppen énekelnem kellene. És hát ugye ilyen helyzetek is vannak, és akkor az ember berontott, akkor valaki rendező kinyújtott a karját, hogy be ne essek a színpadra férképpen. A zenekar visszaismételt, a karmester az a sugdosta őrte vissza, ugye az első egedűsel, hogy látjátok, bent van, itt van, nincs itt,
hú, akkor jó, kezdjük előről. Tehát, hogy vannak ilyen helyzetek, és én berontottam, és életem legjobb Marita Grófő belépőjét énekeltem, és ezek után kértek fel a szerepre az Operettszínházban, és ugorhattam be ott, mint előadásba Marita Grófnőként. Tehát, hogy vannak ilyen emlékezetes dolgok, amikor az ember azt hiszi, hogy úristen, most mindjárt nyílik a föld, és elnyel, és nem. Helyette lesz belőle valami csoda. De még jó, hogy a szöveget nem felejtetted el. Hogy az hát igen, hát ez ráadásul akkor ez egy német nyelvű gálaműsor volt az Operaház színpadán, tehát én azt ott németül úgy előadtam utána, hogy abban aztán tényleg minden benne volt, hogy úristen, én mégis ideértem. Tehát sok ilyen sztori van, amikor valami hatalmas, nagy úristen, most mi lesz történet van, és akkor egyszer csak kerekedik valami. De van, amikor a színpadon hirtelen az ember a 20. előadásban valahol elfelejti, hogy úristen, valami bejut a krach, és hirtelen valamit máshogy kezdesz csinálni, és volt már olyan, hogy egy koreográfiában egy lovas fogatot alakított a tánckar, és én ugye ültem a vállukon, és az egyik belépőmben ott hoztak, vittek a Vágnás Miska című darabba szolnokon, és én valahogy meginoktam, és már a második versszaknak a mozgását kezdtem el lépni, és egyszer csak azt látom a színpadon, hogy jön velem szembe ez a fogat, ahol nekem ugye fönn kéne ülnöm a táncosok vállán, de én nem vagyok ott, és a Balázs Péter direktor úr ugye pedig ő volt az egyetlen, akiben volt annyi lélek jelenlét, bocsánat, hogy rám nézett, és azt mondta, hogy mit csinálsz, nem ez van. Valószínűleg az ezzel a tantusz, hogy én valahol máshol vagyok abban a belépőben, és már a második versszaknak a mozgását csinálom, holott még nem ott tartunk. És akkor ezek meg olyanok, hogy na te jó ég, hát ettől aztán az ember öregszik egy pár évet, ott van a pár másodpercben. És tehát vannak emlékezetes fellépések, akár így, akár úgy, de vannak emlékezetes sztorik és nagy történetek. Melyik a kedvenc szereped? Ó, hát igen, a kedvenc szerep. Én nagyon-nagyon szeretem a Szilviát, tehát ugye a Csárdás királynőben Szilviát, ugye azt mondtam is, hogy a sokáig álom volt, amit eljátszhattam. Aztán utána nagyon sok olyan van, amit szeretem, de szeretem a Lili Bárhorzőt nagyon játszani. Szerettem a Mágnás Miskát, amiből most ugye idéztem, tehát a Rolla szerepet énekeltem. Én énekeltem az Operettszínházban is, és énekeltem Szolnokon is. Valahogy Szolnokon az annyira én rám volt kitalálva, hogy ott nagyon szerettem Rollát. És, de valahol én mindig szeretem azt a szeretet, amit éppen játszom. Tehát hogy ez olyan érdekes, hogy az ember azt mindig úgy nagyon. Tehát hogyha valami találó szeret, ami tényleg olyan, ami nekem való, akkor azt nagyon-nagyon meg lehet szeretni. És akkor abban a pár hónapban, amíg azt tart, akkor valahogy az a nagy kedvenc. Uh-huh. Úgyhogy most is persze az Ánzsát is nagyon szeretem, amiket most énekelek, és hát a Marica Grófnőt nagyon szeretem, azt is most a jövő héten, vagyis még ennek a hétnek a végén majd énekelem Debrecenben újra. Marica Grófnő is egy ilyen nagyon-nagyon szeretem. Itt a fellépő ruhák nem sajátok, az a színházé, ugye? Vagy van hát azért erről tudnék mesélni, tehát van, igen, tehát hogyha egy színházi produkciónak, egy társulatnak a tagjaként játszol valahol, akkor általában igen, akkor az a színháznak a jelmeztárából kerül ki. De hát nagyon sok olyan van, hogy én utazó társulatokkal játszom, hogy nagyon sok olyan fellépés van, ahol ugye gálák vannak, vagy ahol egyszer-egyszer énekel az ember, valahol egy ilyen alkalmilag összejött társaságban mondjuk egy szerepet. Tehát nagyon sokszor van az, hogy szükség van saját ruhatára. Úgyhogy azért nálunk itthon a padláson, hogyha valaki úgy végig sétál, azért általában leszokott esni az álla, tehát vannak nekem azért saját ruháim is, és nem kevés, és hozzáillő cipők természetesen, és kesztyűk, és egyéb kiegészítők, és nyakláncok, és mindenféle színben, és tólák, és ilyenek, tehát hogy azért hogyha az ember úgy ad magára, hogy jelenik meg a színpadon, akkor azért van itt ruhatár, meg ilyen díszmagyar, meg olyan díszmagyar, tehát hogy erre büszke vagyok, tehát ez valahol a hobbim lesz, hogy igen, azért az ember a fellépő ruháit megválogatja, mert kétszer például egy műsorvezetésre ugye nem lehet ugyanabban a ruhában beülni a stúdióba, hát ezt azért értjük, hát ezt egy nő nem teheti meg, ugye. Vagy kétszer ugyanazzal a zenekarral, hát kétszer egy nem használhatom ugyanazt a
fellépő ruhát, mondjuk, amikor oratóriumokat énekelek, egy oratórium szólót, hát nem mehetek oda jövőre is ugyanabban, hát az hogy néz ki? Amit te, mint nő, megérted, hogy ez úgy van. Igen. Tehát van itt igen komoly saját ruhatár, de ezek ugye nem elsősorban nem jelmezek, hanem olyan alkalmi fellépő ruhák, amiket ugye én tudok így használni, de van kánkán ruhám, van ugye díszmagyar, amit emlegettem, van olyan is, ami jelmez. Tehát sok minden múlik itt azért a padláson. Ahogy néztem a májusi fellépéseidet, hát nem fogsz unatkozni. Hál' Istennek nem, és akkor ez most ugye nem panasz, hanem öröm, hogy ez így van, hogy nagyon tele van. Igen, szerencsére. Ez az évad, ez most nagyon-nagyon szoros évad volt, tehát mind szerepekben, feladatokban is egyik feladat követte a másikat. Előadásszámban is azt jelenti ez, hogy egész évadban most nagyon sokféle dolgom volt. Ez természetesen azért, ami egy picit nehezennek, hogy ez utazgatásokban is ugye nagyon sok kilométert rejt, tehát az autóm azért most ment pár ezer kilométert ebben az évadban már, és még nincs vége ennek a folyamatnak. De ugyanakkor meg, ha ez nem így van, akkor az ember rögtön elkezd aggódni, hogy de akkor most mi van, vagy mi lesz, vagy úristen, most még az őszön még nagyon üres, most akkor mi lesz. És az mindig egy megnyugtató érzés, amikor aztán jönnek a feladatok, és kezd az ősz is megtelni, meg már tudom, hogy majd januárban lesz egy premierem, meg hogy majd ez lesz, meg az lesz. És igazából ez mindig olyan furcsa helyzet, hogy az is baj, ha nincsen, mert akkor, ja Istenem, akkor most mi van, vagy mi történt. Meg az is baj, ha nagyon sok van, mert ja Istenem, akkor meg úristen, ha jön egy picit oroszgyulladás, vagy valami, akkor hajaj, akkor most hogy fogok ebből gyorsan kikeveredni, hogy nekem holnap után is legyen hangom, meg két nap múlva utána is. Tehát ezek mindig ilyen nagyon-nagyon idegtépő helyzetek, hogy most akkor mi a jó, ha sok van, vagy ha nem sok van, de hát természetesen, ha azért ugye sok felkérés van, és sok lehetőség van, az azért az mindig azt jelenti, hogy akkor nincs még olyan rossz hírem a szakmában, viszont hát ez felelősséggel is jár, mert hát ugye természetesen minden este és minden alkalommal az embernek a maximumot kell nyújtani. Igen. És hát erre meg nagyon kell figyelni, tehát valahol azért mindig kell tudni egyensúlyt tartani, tehát hogy mikor van az, amikor például azt kell mondani, hogy most nem tudok jönni egy pár hétig vagy hónapig, mert most egyszerűen annyi az ütközés, hogy most ezt vagy azt a feladatot nem szabad bevállalni, mert nem lehet. Mert nem tudom olyan minőségben megoldani, ahogy ezt elvárnák tőlem. Igen. És a hallgatóknak szeretném mondani, hogy aki találkozni szeretne veled, az május 8-9-én a Debreceni Csokonai Színházba láthatnak. Igaz? Sőt, 8-án, nem egész pontosan 8-án Szolnokon, a Szigligetiben, lehet, hogy valami rosszul került fel a honlapra, 8-án a Szigligetiben láthat a közönség Luxemburg grófjában Anzsát énekelek, és 9-én utazom Debrecenbe, ahol pedig a Csokonai Színházban Marika grófnő leszek. Igen. Valóban, tehát ez most ez a hét, igen. Igen, akkor a 8-ai nem jó van írva, nem baj. Ó, bocsánat, akkor ott valaki ott valamit, azt nem én szerkeztem a honlapomat, mert ahhoz én nem értek be valami szintén, és ott elképzelhető, mert most pont voltak variálások dátumokkal, hogy akkor rosszul került fel a 8-a. De hát akkor most ezt tisztáltuk, úgyhogy nehogy rossz helyre induljon a kedves hallgató, akkor ezt most helyre tettük. Így igaz. És akkor hoztam egy következő dalt, és lesz egy vendéged, akit mindjárt remélem sikerül bekapcsolnunk. De várom. Mivel is folytatjuk? Hát a cintányíros Cudarvilág. Cudarvilág, jó. Jó. És ez duett lesz, ugye? Igen. Domoszlai Sándor szintén a partnerem ebben a duettben. Aztán majd másokkal is hoztam duettet, de a legtöbb duettet Domoszlai Sándorral énekeltük föl, úgyhogy ővele sokat dolgozunk együtt, és szeretünk együtt énekelni. És akkor indítom is, fogadják szeretettel a hallgatók. Így mulatok, úgy mulatok, jó italokat hozatok, egy nótát is elhúzatok. Úgy mulatok, mint egy úr, mint egy finom úr. Így vigalom, úgy vigalom, hegyen mögyön lakodalom, ott ez az én hivatalom, nem musolok, mert tenném, csak vigadok én. Hidd az italt,
húzd el a dalt, úgy se sokáig tart. Cintahíros cudarvilág, iszunk egy kortyocskát. Cintahíros cudarvilág, lopunk egy csókocskát. Cintahíros cudarvilág, ami rakadnak édes nők. Cintahíros cudarvilág, ami vigyük meg a festőt. Addig iszok, addig iszok, míg a világ. Kukorica, hej katica, hej marica, jössz! Te ide mellém la, drága viola! Itt a pohár, itt ki betyár, mindenik cseppért kár! Cintahíros cudarvilág, iszunk egy kortyocskát. Cintahíros cudarvilág, lopunk egy csókocskát. Cintahíros cudarvilág, ami okadnak édes nők. Cintahíros cudarvilág, ami kikunk meg a Igen, oké. És itt vagyunk újra, és van egy vendéged, Veronika. Haló, haló. Igen. Halló, ki a vendégünk? Na, ki a vendégünk? Szia, Veronika, Csoresz vagyok. Csoresz, nagyon-nagyon szeretettel köszöntelek, de jó, hogy itt vagy. Szia, szia. Hát, ha megengedi, Sufi, akkor gyorsan beszélek hozzád, az időt nem akarom rabolni. Én végig hallgatom, illetve hát hallgatom kezdettől fogva az adást, nagyon-nagyon szuper. Nagyon-nagyon sok mindent megtudtam rólad. Ugye hát a Budapest Európa Televízióban nem igen szoktunk beszélni, mert megy a műsor, aztán utána te is viharzol, én is megyek, mert mindannyiunknak van dolga. Hát viszont... így van, ugye, mert hát ott az a cél, az nem egy beszélgetés műsor, ott minél több zene szóljon, ugye ott az a cél. Ez meg egy kicsit ilyen titkokat eláruló műsor. Így van, és azt szeretnék, két kérdésem lenne, ha lehetséges, hogy az egyik az, hogy nem tudok semmit a díszpolgárné dologról, erről, ha mondanál valamit. A másik kérdés majd utána. Pont azt nem értettem, hogy miről nem. Bocsánat. Tehát mikor, hogy díszpolgárné lettél? Segítetek, valahogy nem hallom. Díszpolgárné. Nem a... Díszpolgár. Díszpolgár? Igen. Jó, értem. Igen, igen, de hát én ugye díszpolgárné vagyok, tehát az én igen, férjem a díszpolgár. Így is érdekel a történet? Persze. Jó, igen. Ez a, akkor erről most meséljek is, hogy igen, most igen, lehet egy szíves. Hát ugye én egyszer büszkén föltettem ezt a hírt a Facebookra is, hogy én nem szabad ilyet kimondani, bocsánat, föltettem az internetre ilyen hírt, hogy én most már büszke díszpolgárné lettem, és ez ugye azért van, mert hogy az én férjemet, az uramat, Zsáborczi Kálmán, aki szintén zenész, ugye ez nem mindig mondjuk pozitív felhanggal, de hát ő első osztályú, tehát ő azért ő egy olyan, akire például mindig fel is nézek, mint muzsikus, mint zenész, meg mint pedagógus. Tehát ő lett Zuglóban díszpolgár, mert hiszen ő évtizedek óta Zuglóban vezet iskolát és zenekart és filharmóniát, és nagyon sok olyan zenész csemete nőtt föl a kezei alatt, akik ma már híres zenészek, és újra jönnek az újabba. Úgyhogy őt ott emiatt, tehát ez az élet útjára tekintettel választották őt ott díszpolgárnak,
és hát én meg erre nagyon-nagyon büszke voltam, úgyhogy én most akkor ilyen formában, ugye díszpolgárné vagyok, de hát természetesen azért ez igazából csak az ő érdeme. Hát azért te is ott vagy nagyon. És akkor Veronika, a másik kérdésem, szombaton egyébként átutaztam Szolnokon, és mondtam a srácoknak, hogy az egyik nagyon-nagyon kedves ismerősöm itt énekel a Szigligetibe, mezőtúron muzsikáltam, úgyhogy átmentünk Szolnokon, gondoltam rád, és azt szeretném még megkérdezni, hogy beszéltél arról, hogy hát ugye minden nap vigyázni kell a hangodra, és minden nap tényleg úgy van, hogy csak másnapra nehogy valami gond legyen. Én nálam ugyanez a helyzet, hogy tehát mi azt nem tudjuk megcsinálni, hogy betegek vagyunk, mert a közönséget ki kell szolgálni, de viszont mi a receptet, hogy vigyázol a hangodra, és egyáltalán, hogyha beleesel, akkor milyen gyorsan tudsz ebből kilábalni? Tényleg már nagyon-nagyon hát, érdekel. Ugye, ez egy nagyon nehéz kérdés, vagy nagyon nehéz pontja az életemnek, mert ugye én kicsi korom óta valahogy én úgy születtem, hogy nekem állandóan a torkom és a manduláim azok mindig begyulladnak rögtön, akármi más nagy betegségem sose volt, hála Istennek, de ez, hogy a torkom az nagyon érzékeny, ez végig kísért. Na most hát persze ezzel az élettudtag ugye az ember mi legyen, hát énekes, hát világos. Mi lehetne más, ugye? Tehát ez nekem fokozottan ott van mindig, hogy nekem nagyon kell vigyázni, mert egy hideg hú alatt, és akkor ez most nem azért, mert hú, én énekes vagyok, és akkor jaj, de vigyáznom kell, hanem tényleg, ha én eszem egy fagyit, akkor az sajnos az mandulagyulladás, tehát ezeket tudatosan kell kerülni. Hogy ugye hát ilyeneket nem lehet, de ez mondjuk most csak az én esetem, tehát ez még nem egy általános történet, minden énekesnél ez nincs így, de én nekem különösen nagyon kell vigyázni ezekre a dolgokra, és hát aztán pont ugye Szolnokot emlegettük most, hát én most éppen volt egy ilyen géggyulladásos pár nap az életemben, amikor hangom se volt, és hát Szolnokon pedig voltak előadások, és nagyon-nagyon hál' Istennek az angyalkák megint úgy szereltek, hogy pont abban a három napban volt a krízises helyzet, amikor teljesen elment a hangom, amikor épp nem volt előadás, de azért például most az utóbbi néhány előadás, ami Szolnokon ugye a színpadon zajlott, azért ott nagyon éreztem, hogy még ott a hurut, még ott a gyulladás, még ott van sok minden, és még nem szólt 100%-osan úgy, ahogy annak kellene. És ez egyfelől ugye azt okozza, hogy az ember ilyenkor nagyon gyengének és sebezhetőnek és olyan legyőzöttnek érzi magát, hogy hát basszus, hát én megtanultam, én fölkészültem, én ott voltam, én mindent beletettem, de az ellen, hogy elmegy a hangom, az ellen nem tudok lépni. És ez olyankor nagyon-nagyon rossz érzés, mert hát ugye azonnal ott van az emberben, hogy de hát most a közönség, aki ma jön és ma akarja ezt hallani és látni, hát azoknak ezt én nem mondhatom, hogy én most nem vagyok olyan jól. Hát és akkor mi van? Hát ez hogy? Hát az, hogy tudod orvosolni? Az nem lehet. Úgyhogy ez nehéz. Úgyhogy van egy gyömbérfőzet, meg ugye hát ha lehet és nincs másnap fellépés, akkor fokhagyma, meg minden, és hát nagyon kell, hogy legyen az embernek nagyon közel egy nagyon jó gégész ismerőse, doktora, aki ugye amikor baj van, akkor tudja, hogy mit kell lépni. Hál' Istennek én nekem van egy ilyen doktornő itt a közelemben, akihez mindig mehetek, és akkor ő pontosan tudja, hogy hát most kell-e antibiotikum, vagy nem kell, vagy hogy most csak mivel kell löblögetni, vagy most milyen gyógyteát kellene gyorsan főzni, hogy melyik az öblögetős tea, ami most például most erre a gyulladásra jó lesz, mikor kell inhalálni, mivel, mikor kell mit csinálni, tehát ez van. De hát igen, Csoresz, ahogy mondod, hát néha ez ugye pár napig ott van, hogy akkor ez nehéz, és ezt nem lehet elkerülni. Tehát, hogy... Na és még azt kérdezném, Veronika, hogy mikor jössz hozzánk, mert nagyon-nagyon hiányzol, mert pótolhatatlan vagy, ezt halálkomolyan mondom. Voltak utána műsorvezetők, de... Nagyon hiányoztok. És én már itt ígéretet tettem az előbb arra, hogy júniustól már úgy néz ki, hogy azért újra lesznek olyan vasárnapok, amikor tudok menni a stúdióba, és akkor újra bulizunk egy jót együtt. De jó lesz, jó. Nagyon-nagyon szépen köszönöm velünk, és további nagyon-nagyon-nagyon sok sikert kívánok neked. És köszönöm a Joker Rádiónak a lehetőséget, hogy ilyen gyönyörű hangú énekesnőt, mint amilyen te is vagy. Hát... A műsorodat lejátszhatják a Joker Rádióban. Nagyon-nagyon köszönöm, és nagyon-nagyon örülök neked. Puszika nektek. Én is örülök, hogy itt köszönjük. Lehetek, és köszönöm nektek, hogy hívtatok, mert hát ugye Sufi is, és te is, hogy ti ide a Joker Rádióban meghívtatok engem, ezt nagyon köszönöm. Szia, Csoresz! Szia, szia! Köszönjük, Csoresz! Szia, Sufi! Szia! Na, köszönjük a Csoresznak!
ő volt a meglepetés vendéged, Veronika. És nagyon örültem neki, vannak jó meglepetések az ember életében, ez is egy ilyen volt. Igen. És akkor szeretném kérdezni, hogy szabad időben milyen zenét szoktál hallgatni otthon vagy autóba? Nagyon sokfélét, de inkább olyat, ami közelebb áll az operethez és a komoly zenéhez, tehát sajnos én olyan hülye vagyok, hogy én azt hallgatom szabad időben is, amit szeretek egyébként is énekelni nagyon sokszor. Nem mondok rádióállomás nevet, meg ilyeneket, mert hát ugye az most itt nem lehet, olyan. Itt lehet mondani bármit. Szóval én sokszor hallgatom a Dankó rádiót, mert hogy ott ugye a magyar nótától az operettig mindenféle van. Sokszor hallgatom a Bartók rádiót, ahol ugye a klasszikus zenei vonal van. Most már biztos, hogy sokszor foglak majd internet közelében benneteket is hallgatni, mert hirtelen, hogy ugye a Joker rádió így becsöppent az életembe, és egyszer csak tudtam, hogy itt milyen jó kis műsorok vannak. Hát ez most már nagyon-nagyon-nagyon felkeltett az érdeklődésemet, úgyhogy biztos, hogy foglak benneteket is hallgatni. És egyébként mindig egy kicsit, én mindig olyan múlt századból itt maradt lélek vagyok, tehát hogy én egy kicsit mindig a retro dolgokat, a régebbi slágereket, játszó adókat szeretem, a nosztalgia zenéket szeretem, a kicsit a tánza fesztiválos zenei világot szeretem, tehát hogy ilyesmiket, és hát gyakorlatilag ilyesmiket énekelek is, tehát hogy valahol ez úgy összefor, tehát nem hallgatok nagyon eltérőt attól, mint amit egyébként napközben is művelek. Más stílusban szeretnéd kipróbálni magad? Hol kipróbálni magam? Bocsánat, megint nem mindig hallom jól. Más stílusban. Ja, más stílusban. Hát az a helyzet, hogy ugye az, hogy én klasszikus stílusban énekelek, tehát hogy ugye nekem az opera éneklés, az oratórium, az operett is ez a hangképzés. Tehát ez behatárolja azt, hogy mi az a műfaj, ami nekem való. És ugye vannak például mindig nagy kérdés, hogy hát miért nem énekel az énekes musical szerepeket is, hiszen hát az most ugye annyira népszerű és annyira sok lehetőség van. De az a helyzet, hogy az is egy picit más stílus, tehát és most úgy értem, hogy éneklésben, mert hát természetesen ugye a műfaj is más, de hogy az éneklési stílus is eltér. Az alapok ugyanazok, de aztán a musical, a rockosabb éneklés, ez a fajta világ is egy kicsit más hangképzést igényel, illetve a klasszikus is. Most én ugye ezt a klasszikus vonalat művelem azért, mert lelkemhez is az áll közelebb, meg egyáltalán én ugye ebbe az irányba mentem el, és ilyen, tehát úgy nagyon meg kell tudni azt választani, hogy mi az, amit ezzel még el szabad énekelni. Úgyhogy az én kacsingatásaim azok inkább olyanok, hogy például az előbb ugye említettem ezt a tánccal fesztiválos vonalat, tehát hogy olyan régebbi tánccalokat lehet az én hangommal énekelni, ami megengedi ezt a klasszikus hangképzést. Most ugye, ha azt mondom, hogy például ugye megáll az idő, vagy valaki kell nekem is, akkor ez ugye a régi előadóktól is úgy van az emberek fülében, hogy ez egy olyan líraibb hangot igényel, és akkor ezt én énekelhetem. Tehát ez tud jól állni esetleg nekem is. De a musicalekben is ezeket a nagyon klasszikusakat, tehát még mondjuk egy My Fair Lady-t, vagy egy muzsika hangját, azt még abban lévő szerepet azt meg lehet oldani, mert tehát voltam én zárdafőnök asszony is például a muzsika hangjában, meg játszottam én ilyesmi szerepeket is, de csak azt a vonalat, ami ezt a klasszikus ének hangot ezt engedi. De hát ugye például egy Don't Cry for Me Argentina, tehát mondjuk egy Evita nagy dal, az például ilyen operásan előadva, hát nagyon bután tud hangozni. és ugye hiába szeretem én azt, vagy tetszik nekem, vagy érzem azt, hogy úristen, kiszakad a lelkem, ha hallom, de azt én nem tudom úgy elénekelni, és az nagyon bután tud hangozni ezzel a hangképéssel. De ugyanígy, ha mondjuk aki azt tudja jól, meg elkezdi a pillangók is azt, hogy nagy áriáját énekelni, az meg tőle nem szól olyan jól. Tehát meg kell azt találni, hogy mi az a műfaj, tehát én kacsingatni igazából
így tudok, hogy egy kicsit a táncdalok felé, egy kicsit ugye hát eleve nekem ott van ez a három óbetű az életemben, tehát az opera, az operett és az oratórium, amik azért mind picit más műfajok, és ez már egy kacsingatás, ami gyakorlatilag azért egy évadon belül is többször van. Tehát ilyen ugye, mert oratóriumot is énekelek, tehát olyan szólókat is szoktam énekelni, és hát operett szerepeket sokat, de egy-egy opera szerep is mindig megtalál egy-egy évadban. Úgyhogy ezek a kacsingatások, ezek már vannak. De nagyon, nagyon kell erre vigyázni, tehát tényleg nagyon kell tudni, hogy mi az, ami az én hangomnak jól állhat, és amit esetleg, hát aztán, hogy az ember a fürdőszobában mit dúdolgat, az egy másik történet természetesen, de arról nem készült CD-felvétel. Azt írja nekünk Csoresz, hogy a szerdai és a pénteki műsor erről szól, szeretettel várjuk a Veronikát. És akkor most lejátszunk egy dalt, méghozzá dalt. Mi is a címe? A Marica lesz, a Marica belépője. Igen. És akkor Marica grófnő, igen, amit mondtam, hogy az egyik nagy kedvenc szerep, igen. És akkor várunk még kérdéseket a hallgatóktól, és akkor jövünk vissza, és még kérdezek. Jó. Szerelmes lenni.
És itt vagyunk újra, és akkor megyek tovább a kérdésekkel, és közben nézem, hogy a hallgatóknak van-e. Mi a civil, foglalkozásod? Hát ugye én tulajdonképpen, tehát én ugye énekező élek, és nekem az a diplomám, hogy énekművész tanár, és ezen kívül az is egy második diplomám az, hogy operaénekes, tehát nekem a civil foglalkozásom is ez, hogy zenélek, de mielőtt az egész diplomásdi volt, nekem van még egy diplomám, és az valóban egy ilyen földi diploma, az volt a legelső diplomám, közgazdász a vendéglátás és szálloda iparban. Tehát ilyet is tudok. Úgy indult a történet, hogy én a vendéglátó főiskolát is elvégeztem, és akkor utána kerültem a Zeneakadémiára, de hát ugye ott én végeztem, tehát nekem hivatalosan is az a szakmám most, hogy énekes, meg énekes színművész, meg operaénekes, meg ilyenek. Van hobbid? Hát amikor ugye a hobbi azt jelenti, hogy szabadidő, és a szabadidő az meg ugye a sok utazás és a szerepek mellett nagyon kevés, úgyhogy nekem a hobbim az, hogy végre a gyerekekkel lehetek, ez az egyik, tehát hogy a két gyerekemmel és a családommal, tehát a férjemmel és egyáltalán együtt, és ezen belül ugye a homokozóba járás a gyerekekkel és a játszószerezés, és nem tudom, ezek már hobbi szinten vannak, tehát hogy ez egyszer egyfelől, ez egy nagyon kedves időtöltés. Aztán a másik, ami kicsit ugye ilyen szakmai ihletettségű hobbi, mert erről már volt is szó, ezt érintettük, hogy ugye a különböző turikba és mindenféle ruhaboltokba való járkálás, és ott szigorúan mindig én fellépő ruhákat keresek, amit egy következő valami szerephez, vagy egy áriához, vagy egy operett dalhoz, vagy egy magyar nótához, amit el tudok sütni, és aztán ha meglátok valamit, akkor ezt én gyűjtöm, tehát ez és a hozzávaló színű cipőnek és ékszernek a megtalálása, és a kesztyű, és a stóla hozzá, és hogy az mint, tehát ez is hobbi szinte zajlik már az én életemben ez a fajta fellépő ruhagyűjtés. Ugye hát van, aki bélyeget gyűjt, van, aki nem tudom mit, én fellépő ruhákat és cipőket, de csak ilyet, tehát a civil ruhatáram az messze nincs ilyen sok darabból, mint a fellépő ruhatáram, tehát ez is egy hobbi. Úgyhogy ez komoly, de hát tényleg az a helyzet, hogy a szabadidőmben nekem az a nagy öröm és élmény, hogyha egy kicsit úgy a családdal lehetett, és úgy, hogy nem kell időre elrohanni ahová, vagy nem kell gyorsan valamit éppen tanulni, vagy fájlokat átküldeni, vagy e-maileket megválaszolni, hanem van olyan tiszta idő, amikor mindenféle stresszmentesen én csak így elfavonatozhatok a kisgyerekemmel, és rajzolhatok a nagyobbikkal, tehát hogy ezek nagyon fontos percek és órák az életben. Kertes házban élsz, vagy milyen panellakás, társasház? Igen, kertes házban élünk Ürömön, ami ugye a gyerekek szempontjából nagyon-nagyon jó. A fűnyíres szempontjából már nem olyan nagyon jó, de hát azt a férjem csinálja, úgyhogy gyakorlatilag ezzel így nekem nincsen problémám. Jó az, hogy itt ki lehet, a szép nagy kert van, és ez nagyon jó a gyerekek miatt is, hogy ugye ki tudunk pláne, akkor már ilyen jó idő van, mint most is, hogy egyszerűen csak ki lehet szaladni egy kardigánba, vagy anélkül, és lehet jó nagyot játszani itt a kertben. Ez ilyenkor nagyon jó. Az utazgatás szempontjából az, hogy ugye a városba is már azért kell egy darabig autó, míg bejutok valameddig, tehát én ezt a részét nem nagyon szeretem inkább, hogy az autót vinni, akkor azt le kell tenni valahol, akkor tovább menni buszokkal, villamosokkal, tehát hogy igazából ezt a kicsit távol lakást a várostól, ezt én csak így az utazgatás szintjén nem szeretem, egyébként nagyon jó. Sportolni szoktál? Hát a sportolás az egy kicsit mindig háttérben van, igen. Amit társasztán voltam, addig ez nagyon jó megoldotta, mert addig ott ugye a heti szinten a sok-sok edzés és mozgás az nagyon jó karban tartott. Aztán később, amikor ez már megszakadt, akkor ez mindig probléma volt. Én nem, sose voltam egy jó futó, tehát nagyon irigylem azokat a kollégákat, akik úgy kimennek reggel és futnak egy jót, én nekem ez sose ment igazán, tehát még ez most sincs ott. Úgyhogy én inkább így futópadra szeretek fölmenni, mert azt nem látja más, csak én, és akkor
akkor az ott jó. Tehát inkább nekünk van egy-két ilyen kis kondigép itthon, tehát futópad, ilyen elliptikus tréner, most már van egy ilyen vibrációs tréner is, huetne, hogy félreértsék a kedves hallgatók, de jót van ebben a sportszakmában, az tudja, hogy ez micsoda. Tehát, hogy ezek vannak, és ezeket nagyon szeretem. Tehát, hogyha van tényleg annyi idő, hogy erre kényelmesen egy órát rá lehessen fordítani, hogy én akkor bemelegítek, és ezeken futok, gyalogolok, emelkedőn megyek, és lépegetek, és egyáltalán minden izmot utána átrázok. Tehát, hogy én ezt szeretem igazán, tehát ez a kedvencem, és akkor ez ugyanakkor egy zárt helyiségben történik itt a lakásban, és ezt úgy avatatlan szemek nem látják, hogy nézek ki, amikor szaladgálva izzadok. Van két kérdés. Fábiáni Ibolya azt kérdezi, hogy mi a kedvenc virágod. A Szabó Kálmánné Hugi, szereted a virágokat, és vannak-e virágaid? Úgyhogy két virágos kérdés. Igen. Nagyon-nagyon szeretem a rózsát, pedig ugye annak több is le van, de mégis gyönyörű. Tehát a rózsa az egyik nagy kedvenc. De az minden színében, tehát nem csak a vörös rózsa, ami ugye a rózsák között, de mindenféle rózsát nagyon-nagyon szeretek, kicsit és nagyot, és a ilyen kis törpe kiültethetőtől kezdve a nagy futórózsáig sok-sok rózsa, az minden nagyon kedves. És vannak itt virágaink a kertben, igen, de azért én nem akarok idegen tollakkal ékeskedni, tehát van itt egy nagyon-nagyon kedves néni Mantika, aki sokat jár ide hozzánk, és a kertben ő az, aki az én virágaimat, meg a lakáson belül is, aki az én virágaimat igazán ápolja, és aki mindig tudja, hogy melyiknek mikor mennyi tápszer kell, és mennyi víz, és mennyi, melyiket kell egy kicsit száradni hagyni, és melyiket kell folyton öntözni. Tehát ezekben én mindig ilyen tanácsadóra szorulok, de nagyon-nagyon sok növény van a lakásban is. Sok kis cserepestől kezdve a hatalmas nagy cserepes növényekig, úgyhogy nagyon-nagyon sok szép növény és sok virágzó növény van itt a lakáson belül is, meg hát veszek én a kertben is, meg bokrok, de mondom, nem én vagyok egyedül az, aki ezeket a növényeket úgy olyan szépen virágzóan és egészségben tudja tartani. Én nem vagyok ennyire ügyes ebben sajnos, de szeretem, hogyha nagyon sok szép zöld és virágzó növény van körülöttem. És Bende Melinda kérdése, ha lenne három kívánság, mi lenne az? Soha ne szálljon a torkom, és ne legyen mind betegség, hogy legyen elég időm a gyerekeimre, és amit mondtam, hogy mindig legyen szeretem is. Szabó. Így most hirtelen. Ez volt három. Igen. Ha újból hát kéne, ha előről kéne kezdeni, lenne, amit másképp csinálnál? Hát biztosan lenne, persze, hát gondolom, hogy lenne, de nagy vonalakban nem, tehát, hogy nekem, én úgy gondolom, hogy nekem annyiszor volt az, hogy mintha ugye a sors egyengetni az utamat, és nem is igazán mindig én tudtam azt nagyon, hogy most nekem ezt kell csinálni, vagy erre kell menni, hanem úgy sok minden olyan jókor jött, olyan jókor voltam jó helyen, olyan jókor érintett meg valamit, mint tudtam el egy úton, és ezek olyan dolgok, vagy motiváló dolgok, amikre azt mondom, hogy nyilván ugyanígy történne. A családom, a házasságom, a gyerekei, azt is ugyanígy csinálnám, tehát, hogy mindenféle nehézségek voltak, de mégis, és az a helyzet, hogy tehát nagy vonalaiban valószínűleg ugyanígy így élném az életemet, de hát persze, hát apró dolgokban biztos, hogy van sok minden, amit az ember azt mondja, hogy úristen, akkor én debarom voltam, és miért nem úgy, és miért nem amúgy, de azért azt hiszem, hogy valahol igazán nem vagyok én elégedetlen, mert nagyon sok szépet kaptam az élettől már eddig is, és nem panaszkodhatom, úgyhogy jó helyen vagyok én, és jó dolgom van nekem, én azt hiszem. És még a Hugi azt kérdezi, hogy Veronika, Pécsre nem jössz esetleg fellépni? Hát, Pécsre, ha meghívnak, akkor igen, tehát nem zárkózom ezt ételen. Valahogy ugye a Pécsi Nemzeti Színházban még nem csaptak le rám. Voltam egyetlen egyszer, énekeltem ott oratórium szólót Pécsen a szimfonikus zenekarral,
de valahogy még Pécset még nem hódítottam meg, majd később. De a Huginak üzenem, hogy találkozhat veled majd júniusban a Joker buliba, amit mi rendezünk. Úgyhogy nem Pécs, hanem igen, Budapest. Igen, és hát ugye ország szerte több felé, nyáron is megyek sok felé, úgyhogy még az is lehet, hogy egyszer csak Pécs környékére is eljutok. Hát ha. Van-e kedvenc tévéműsorod? Én nagyon-nagyon keveset nézek tévét, nincsen. Pillanatnyilag nincsen. Én már évek óta, ha tévét látok, akkor az valami gyerekcsatorna. Mert ugye, ha valamikor megy a tévé, akkor az ő miattuk megy. Egyébként meg azt gondolom, hogy a gyerekek miatt nem is baj, hogyha nincs állandóan tévénézés, illetve esténként, éjjelenként, mikor egy kicsit van egymásra időnk, akkor a férjemmel szoktunk hírműsort nézni, de az is inkább csak azért, hogy az ember tudja egy kicsit, hogy hol tart a világ. Nem igazán vagyok nagy tévénéző, és talán nem is baj, mert tényleg ugye annyira nem, nincs sok szabad idő, hogy maga a tévénézés az úgy eltompítja az embert, én azt gondolom, és jobb, hogyha inkább a helyet mondjuk kártyázunk egyet, vagy társas játékozunk, de azért persze látok tévét, de főleg mondom, a gyerekrajzfilmekben vagyok otthon. Úgyhogy van egy-két nagyon jó mese, amit szeretek, igen, de nem magam miatt nézem. Sok barátod van? Igen, azt hiszem, hogy elmondhatom, hogy igen. Aztán, hogy kik azok, akik igazán közeliek, hát ez minden ember életében ott van, ugye, hogy azért a nagyon-nagyon közeli barátokból nincs olyan sok, de hát ez így természetes, hát azért, aki teljesen beenged az ember a világába, illetve aki beengedi őt a saját világába, azért az tényleg nagyon kevés ember az életben, én szerintem. De van, hála Istennek, vannak olyan barátok, akik tényleg már évtizedek óta ott vannak, mert valahol már a gimnazista évek, vagy pont a társas tánc hozta, vagy a régi újpesti együtt nevelkedés, vagy ilyesmi, tehát vannak olyan barátok, akik már évtizedek óta itt vannak velem. Nagyon azt kell mondjam sajnos, hogy nekik köszönhető, hogy ezek a barátságok még mindig tartanak, mert nagyon sokszor, amikor én egyik helyről utazom a másikra, és egyszerűen ugye arra nincs idő, hogy az ember a saját dolgait intézze, akkor nagyon hálás lehetek azért, hogy ezt ők megértik, és nem sértődnek meg, hogyha csak két hónap múlva válaszolok egy telefonüzenetre, vagy egy levélre, és pontosan tudják, hogy ugyanott tudjuk kezdeni, ahol abba hagytuk, és ez nagyon fontos, tehát hogy nekem igazából ez jelenti az igazán közeli barátot, aki tudja, látja, hogy én mit csinálok, vagy hogy élek, és megérti ezt, és elfogadja, és ebben segít, és nem sértődik meg semmiért. Ez nagyon fontos. De hát aztán én azt hiszem, hogy én nagyon szeretem az embereket, és én nagyon-nagyon szeretek köztük lenni. Tehát hál' Istennek ezt ők valahol viszonozzák, tehát én azt gondolom, hogy tényleg nagyon-nagyon sok emberrel vagyok jóban, és ezért nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy ez is így alakult, hogy akár merre járok az országban, tényleg mindenhol vannak olyanok, akikkel nagy mosolyogva köszöntjük egymást, hogy jaj, de jó, hogy újra látlak, és ez nagy ajándék az élettől az embernek, én azt gondolom. Van olyan rajongód, aki követ téged fellépésről fellépésre? Van, igen, ilyen is van, ez is egy büszkeség egy színpadon lévő ember életében. Talán akit még név szerint is megemlítenék, ő Opsitos Miklós és az édesanyja, ők nagyon-nagyon sok fellépésemen ott vannak, hát nyilván ugye országszerte mindenhova nem tudnak utána szaladni, de amikor ezt meg tudják oldani, akkor ők nagyon sokszor ott vannak. És aztán vannak még olyanok, akik így helyszínhez kötődnek, tehát mondjuk akik Szolnokon kedvelnek, tehát vannak, vagy akik így Budapesten az Operett Színház miatt ismertek meg, vagy hát bárhol, tehát vannak még olyanok, akik úgy figyelik igen a pályámat, és ott vannak, és eljönnek, és írnak, hogy láttak, hallottak. A Budapest TV-nek is köszönhetek ugye olyan barátokat, olyan lelkes nézőket, akik azóta úgy figyelnek, és úgy örülnek, ha látnak, vagy mindig van egy kedves szavuk, vagy ez, vagy az, most látták, és nagyon jó volt, vagy mondták, és de örülnek, hogy ott voltak.
Úgyhogy vannak ilyenek is az életemben, ilyen kedves állandók, barátok, és ez is nagyon-nagyon, ez úgy mindig erőt ad. Tehát, hogyha bármi nehézség van, vagy nem úgy jönnek a szerepek, vagy nem úgy jön a feladat, vagy valahol lemondanak valamit, vagy nem engem választanak, vagy nem tudom, ilyen is van, ugye, természetesen, egy rögös pálya, akkor ők azok, akik igazán erőt adnak az embernek, hogy de hát miattuk érdemes, hát például a Szabó házaspár Ikrei, hát unokák, ugye az ikerlányok. Hát az ő simi lelkesedésük már nagyon-nagyon sok ilyen mély ponton átsegített. Vagy az, hogy valóban a Miklós, akit ugye az előbb említettem, hogy ő akkor is eljött, amikor valahol, mit tudom én éppen mellőzött helyzetben voltam, és nem kaptam szerepet, és mégis volt valahol egy másik lehetőség, és akkor ő akkor is ugyanúgy ott volt. Tehát nem felejtett el, vagy nem választott magának új előadót, hanem jött és ott volt, és várta, hogy majd csak lesz olyan alkalom, amikor megint találkozunk. De ezek nagyon-nagyon sok erőt adnak az embernek. És még akkor a főzés, kedvenc étel, még erről nem beszéltünk. Főzni szoktam, tehát egy családanya az időnként rá is forul ugye erre, hogy muszáj egy hétvégi ebédet összedobni. Mivel ugye van egy kis vendéglátó főiskolás múltam, ugye erről is esett már szó, ezért vannak ugye olyan fogások, amiket ott meg kellett tanulni elkészíteni, és akkor például egy ilyen nagy különleges leves volt a nadei, aki udon leves az én életemben, ez egy japán recept alapján, hát biztos európaizáltuk mi ezt már, tehát amit mi tanultunk, az nem biztos, hogy az ősi tradicionális japán recept valóban, de azért biztos hasonlít rá valamennyiben. És akkor ez volt például sokáig egy ilyen kedvenc étel, de nagyon-nagyon szeretjük így családon belül is a krémleveseket, tehát a különböző zöldségekből készült krémleves, úgyhogy a brokkoli krémleves, vagy a zellerkrém, vagy stb. Ezeket én nagyon szívesen is készítem, és ezeket nagyon szeretem főzni, mert ez aztán itt a családban is mindig nagy kedvenc. Úgyhogy főleg ezek a találom így először eszembe jut, hogy nagyon-nagyon sokféle krémleves szeretek elkészíteni, és az mindig finom. De sok minden van már mögöttem természetesen, tehát hogy ugye a gyerekek mellett, meg egyáltalán itt különösen a férjem oldalán a nagyon összetartó családunk van, és ez azt jelenti, hogy sok olyan családi összejövetel, ünnepség, születésnap, esküvő, bármi kapcsán ugye vannak olyan nagy családi összejövetelek, amikor meg hirtelen egyszer csak nem is egy pár emberre, hanem sok-sok emberre kell valami finomságot összehozni és készíteni, úgyhogy ha nem is a hobbim a főzés, vagy nem is azt mondom, hogy szabad időmben rögtön főzni kezdenék, ha választhatnék, hogy mit csináljak, de ha már ott van a helyzet, hogy most éppen olyan alkalom van, hogy nekem kell főzni, akkor szeretek, és akkor szeretek játszani a vízekkel, meg a fűszerekkel, meg egy kicsit a tálalással, meg egyáltalán azzal, hogy az akkor finom legyen, meg jó legyen, meg szépen nézzen ki, és hogy legyen valami olyan kis különlegesség benne, mikor eszik, hogy az olyan érdekes legyen. Hát másfél óra jó hamar elszaladt, öröm volt téged hallgatni, meg örülök neki, hogy megismerhettünk így közelebbről. Van-e olyan, amit el szeretnél mondani, és nem kérdeztem? Nem, nincsen. Én azt hiszem, hogy annyit csosogtam itt nektek az utóbbi, hogy már nem mutatok nem semmi hiányosság. Nem érzem úgy, hogy valamiről nem beszélhettem. Tényleg nagyon örülök. Köszönöm szépen, és nagyon-nagyon örülök, hogy itt lehettem veletek, köztetek egy kicsit, és hát akkor majd a Joker Rádió bulián találkozunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és várunk a Joker Rádió bulijába is. És további sok sikert kívánok neked, és jó egészséget. Köszönöm, és én pedig ezt viszont kívánom neked is, és hát a Joker Rádió minden kedves munkatársának, mert hát titeket nagyon sokan hallgatnak, és az biztos, hogy nektek is mindig nagyon-nagyon topon kell lenni, hogy mindig ilyen jó hangulatú műsorok szülessenek, úgyhogy hajrá! Nagyon szépen köszönjük. És akkor megyek is tovább egy déli bábos hortobágyon. És az is a Sanyival lesz. Az is duett lesz. Domoszlai Sándor kollégámmal szintén. Na és még egyszer köszönöm szépen, és további szép estét neked és családodnak. Köszönöm, viszont kívánom a kedves hallgatóknak is, és neked. Szia. Köszönöm. Köszönjük.
szüret előtt már nincs elég időnk, hát szüret után lesz az esküvünk. És azután majd Nászódra megyünk, és hegyen-völgyön boldogok leszünk. Majd oda viszlek téged, cicám, ahol csak ezt húzza a cigány, azt húzza déli bábos hortobágyon. Egy kis porta kocsma van, én a jó bort úgy imádom, hát ott érzem jól magam. Keresve tengem a családom, sohasem ér véget a dédom dánom. Déli bábos hortobágyon, kétek válik hozadom. S mert jobb italt ma sehol se talál, a Sobrióska szintén oda jár. Az asztalon egy nagyot kopogok, és száz icébe jó bort hozatok. De mivel nehezek a borok, velünk az egész csárda forog. Jaj, 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 déli bábos hortobágyon, egy kis porta kocsma van, én a jó bort úgy imádom. Köszöntöm a most érkező rádió hallgatókat, és szép estét kívánok mindenkinek, a Sufit halljátok a mikrofonnál, és a mai esti vendégünk Geszti Veronika volt. Köszönjük szépen neki, hogy itt volt velünk, és akkor a dalait fogjuk hallgatni 22 óráig. Ugye én délután végighallgattam a dalokat, lett egy nagy-nagy kedvencem, amit most le is fogok gyorsan játszani, és küldöm sok szeretettel nektek. A dalnak a címe Nonoletta. Nonoletta, Nonoletta, per amarti, Nonoletta, per uscire sola con te, e non avrei, non avrei nulla. Più cose di me, lascia che io vivo un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no, non ho l'età, non ho l'età. Uscire sola con te, se tu vorrai, se tu vorrai aspettarmi, quel giorno avrai tutto il mio amore per te. Lascia che io vivo
vorrai, se tu vorrai aspettarmi, quel giorno avrai tutto il mio amore per te. Egy nagyon szép dalt hallottunk, köszönjük szépen a Veronikának, és megyünk is tovább, egy duettet hoztam, amit Peller Károllyal fog énekelni a Veronika, Van a Bajza utca sarkán. Kisasszony, kegyed olyan bohó, az élet nem csak muzsika szó, nekem még csak szépség és illúzió. A május ez a bizakodás, de ősszel, ha jön a hervadás, ha ősz lesz, eső lesz, majd csók eső hull ajkamra. Az ősz is elszásű a csúnya tél, s a hóviharban jó egy hűfedél. Van a Bajza utca sarkán egy kis palota, kisasszony, ha boldogtalan jöjjön el oda. A kapuja mindig tárva, a gazdája magát várja, hogy a gondot homlokáról elűzze tovább. Van a Bajza utca sarkán egy kis palota, kisasszony, ha boldogtalan jöjjön el oda. A kapuja mindig tárva, a gazdája magát várja. Szép kisasszony, kis kisasszony, jöjjön el oda. De hallom, kedves ez a beszéd, az arcom pirul a szemem. Legyen jó, most egy szó, egy intés elég. Csak egy szó, Istenem, de kevés, és mégis kimondani nehéz. A szándék az is szép, de adja rá talán a kis kezét. Nem bánom hát a sors, ha rosszat ad, eszembe jut egy kedves jó barát. Van a Bajza utca sarkán egy kis palota, kisasszony, ha boldogtalan jöjjön el oda. A kapuja mindig tárva, a gazdája magát várja, hogy a gondot homlokáról elűzze tovább. Van a Bajza utca sarkán egy kis palota, kisasszony, ha boldogtalan jöjjön el oda. A kapuja mindig tárva, a gazdája magát várja. Szép kisasszony, kis kisasszony, jöjjön el oda. Oda! Oda! Ó, jöjjön el oda. Joker Rádió. Bárhol, bármikor, tőlünk, ne.
Gyóker Rádió, és még mindig a Sufit halljátok a mikrofonnál, és van egy kérésem, Orsós Gyuri kérte és küldi a hallgatóknak sok szeretettel a Geszti Veronikától a Judita dala. Köszönjük szépen a dalt! Köszönjük szépen az Orsós Gyurinak, és nekem is küldött egy dalt Geszti Veronikától. Én a Fedora dalát választottam. Köszönöm szépen! Mindig a régi ból, az ember mást se hall.
és megyünk is tovább. A következő dalnak a címe Félteni kell. Félteni kell, néha biztos hat is. Félteni kell, hogy soha másé. Élnie kell ennek a szerelemnek, égnie kell, közénk ne lépjen senki sem, amíg létezünk, mindig így legyen. Hulló csillag fut az égen, minden elmegy, ami jön. Végtelen csupán a vágyunk, ami volt, ami lesz, köszönöm. És mégis félteni kell, hidd el a biztosat is, védeni kell, hogy soha másik. Dal volt, és megyünk is tovább a következő dalnak a címe Ne szólj, kicsim. Thank you.
Vedd fel a szép ruhád, ma kicsikém, ha besötétedett, eljövök én. Szaladó hintan messze robogunk, kirúgunk a hámból, és rosszalkodunk. Hova viszel? Szói kicsim volt a dalnak a címe, és ez egy duett volt, Domoszlai Sándorral énekelt Geszti Veronika, és a következő is duett lesz, Szent Habakuk a dalnak a címe. És akkor indítom is. Szent Habakuk, mi van velem? Én a helyem már nem lelem. Lábomban, vállomban, keringő ritmusban nem lehet ma nyugalmat parancsolni rám. Pont ugyanígy áll itt a bál, és a megoldás önre van. Más nincs mit tenni, mint táncolni, menni, de van.
járnám tovább. Majd történt itt bennem, ezt el kell ismernem, jaj, hogy mozog a föld, és a arcom, hogy ég. Hújd beszemet hozzám, simulj, kétlelő karomba búj. Mindegy most minden, gyerünk, drága kincsem, egy falcerte még. Egy az élet egyszer, és csak kincsem, gondold meg ezt. Simulj hozzám, drága, és csak minden táncolni kezd. Ó, de szép is az, hogy mindent, mindent felejthetünk, mert falcer közben azt se tudjuk, mi történik. Köszönjük szépen Geszti Veronikának ezeket a csodálatos dalokat, és további sok sikert kívánok neki. És akkor megyünk tovább, a következő dalnak a címe Szilvia belépő.